Köszöntöm kedves nézőinket! A Művészváros mai adásának első részében önök velünk együtt a TV Szentendre kameráinak szemszögéből tekinthetik meg a Ferenci Múzeum ünnepélyes szezonnyitóját. Az illusztrus vendégek köszöntő beszéde után tartsanak velünk, barangoljuk be együtt az intézmény megújult könyvesboltját és kiállítótereit. Műsorunk második részében Vigyázó László Péter egyházművész fából faragott alkotásait tekinthetik meg, amelyek a gondozási központban vannak kiállítva. A tárlat címe a Szent és a Profán. Tartsanak velünk! A Ferenci Múzeum új állandó kiállítása Magyarország egyik legrangosabb gyűjteményéből állt össze. A kurátorok és Prosek Zoltán, az FMC igazgatója minőségi tálatot hívtak életre, amely a képzőművészet különböző ágazatait olvasztja egybe. Megnyílt a Gyűjtemény című kiállítás március 25-én szombaton a Ferenci Múzeumban. A hiánypótló gyűjteményes tárlat 1900 és 2022 között készült képző- és iparművészeti műveket mutat be, köztük olyan alkotásokat, amelyek a nagy közönség számára sokáig elérhetetlenek voltak. Festmények, szobrok, installációk és videómunkák kaptak helyet a múzeum tereiben. A Ferenci Múzeumi Centrum az utóbbi évek egyik legnagyobb projektjével nyitotta meg a 2023-as szezont. A Gyűjtemény című kiállítást az körülbelül olyan két éve ezelőtt kezdtük el szervezni és tervezni, hiszen az intézményünknek van egy hatalmas nagy gyűjteménye, közel 10 000 darabos, ugyanakkor gyűjteményes kiállítás az elmúlt 10-20 évben nem igazán volt, leginkább csak az új szerzeményeket mutattuk be eddig, úgyhogy időszerűnek találtuk, hogy ezt bemutatásra kerüljön a gyűjteményünk, hiszen egy nagyon fontos kollekció, ami itt található. Magyarországon ez a második legnagyobb gyűjtemény egyébként, és ez a Magyar Géniusz Program keretén belül tudott megvalósítani. A célunk az volt, hogy bemutassuk a különböző izmusokat, művészettörténeti fókuszpontokat, ugyanakkor nem szerettük volna kronológikus sorrendben bemutatni ezeket az alkotásokat, hanem próbáltuk kortárs alkotásokkal együtt vegyíteni. Illetve fő pont volt még számunkra az, hogy a gyűjteményünkben vannak olyan kulcs darabok, amiket nagyon sokan ismernek, gondolok itt a Kornis Dezsőnek a Tücsök lakodalom című munkájára, viszont szerettük volna, hogyha a gyűjteményes kiállításban nem ezeket a sokat látott és sokak által ismert alkotásokat mutathatnánk be, hanem próbáltunk olyan műveket is előszedni a raktárba, ami szintén nagyon fontos alkotások egy-egy életmű tekintetében, de eddig a raktárban porosodtak és ott ezerve voltak tárolva. A kiállítás most úgy terveztük, hogy egy évig lesz látható, és ezt követően pedig megújítjuk a kiállítást, viszont az szintén fő szempont volt nálunk, hogy egy közösségi múzeumot építsünk, és hogy az emberek tényleg magukénak érezzék ezt a gyűjteményt, illetve ezt az intézményt. Úgyhogy igazából a következő kiállításnak a szervező elvét ezt nem mi határozzuk meg kurátorok, hanem sokkal inkább a látogatók, illetve a diákok a múzeum pedagógiai foglalkozásokon keresztül fogják meghatározni, hogy milyen alkotásokat szeretnének még látni. Ugyanakkor a gyűjteményünk, vagy az intézménynek a gyűjtési területe az nem csak képzőművészetre fókuszál, hanem ugyanúgy megtalálható a régészet, az irodalom, a néprajz és a helytörténet, és ezeknek is szeretnénk majd bemutatkozási lehetőséget nyújtani a kiállítás keretén belül. A kiállítás elrugaszkodik a múzeumok tradicionális művészettörténeti témák szerinti osztályozásától. Helyette új felfedezések és váratlan kapcsolatok sokaságát nyújtja. A tárlat mellett új terekkel fogadja látogatóit a Ferenci Múzeum. A megújulás fontos volt az intézmény vezetői számára, hiszen szeretnék minél inkább kielégíteni a műkedvelők igényeit. Szempont volt nálunk, hogy a gyűjteményes kiállításunk alkalmával, ahogy említettem, hogy kortárs művészeket vonjunk be. Így keltük fel Wolszki András képzőművészt, aki igazából a folyosót megálmodta. Szerettük volna, hogyha egy ilyen interaktív és sokak által egy ilyen nagyon, hogy is mondjam, különböző emóciókat váltson ki, tehát hogy ha térbe lév, ez egy nagyon helyspecifikus mű, ami ide ezekre a falakra készültek, és hogy tényleg az embernek egészen más térérzete van ezáltal a falfestés által, ezáltal a mű által, és ezen a folyosón látható még 5 darab monitor, ahol a névadó művészek múzeumairól látható egy kis film, amelyet Kemény Istvánt kértünk fel,
hogy ennek a narrációjában segítsen minket, illetve ott láthatóak korhű írások, kritikák, illetve különböző publikációk az adott művészeknek az életmunkásságukról. Az új állandó kiállítás Magyarország egyik legrangosabb gyűjteményéből állt össze. A kurátorok Kígyós Fruzsina, Danka Zsófia, valamint az FMC igazgatója Prosek Zoltán egy igazán minőségi tárlatot hívtak életre, amely a képzőművészet különböző ágazatait olvasztja egybe. Amit elképzeltünk, az maradéktalanul megvalósult. Általában azt szokták mondani, hogy 100%-os kiállítás nincsen. Erre sem mondanám, hogy 100%-os. Általában azt mondják még emellett, hogy kiegészítésként, hogyha 70-80%-os egy kiállítás, akkor már boldog lehet maga a kurátor. És valahol ott vagyunk, szóval ezzel sikerült ezt a százalékot elérni. Mindazt, amit két éve a pályázat elnyerése követően, és ugye utána csúsztunk sajnos, önhibánkon kívül meg tudtunk valósítani. Szóval szerintem egy olyan szintű kiállítást tudtunk itt létrehozni, ami szerény véleményem szerint is nyugat-európai szintű. Szóval ez a maga az anyag, ugye, amivel a Ferenci Múzeumi Centrum rendelkezik, az világszínvonalú, és abból, ahogy a kurátorokkal tudtunk válogatni, az méltó mutatja be Szentendre képzőművészetét. Egy úgynevezett Genius program keretében nyertünk el 65 millió forintot. Ez a pályázat arról szólt, hogy hogyan lehet felemelni a vidéki múzeumokat, és már ebbe ugye a megyei hatókörű városi múzeumokat, mind ami a Ferenci Múzeumi Centrum. Ez a pénz, ahogy majd a látogatók látni fognak, azért nem volt elég. Ebben a múzeum is még a saját költségvetéséből jelentős pénzeket rakott bele, hogy minden a látogatók kedve szerint valósuljon meg. Szentendre a modern magyar művészet egyik megkerülhetetlen központja, amely évtizedeken keresztül formálta a művészeti áramlatokat, párbeszédet folytatva a hazai és a nemzetközi közönséggel. Az FMC gyűjteményes kiállításán a 20. és a 21. század kiemelkedő szentendrei alkotóinak munkáit láthatja a közönség. Feltűnnek többek között Barcsai Jenő, Bálint Endre, Czóbel Béla, Deim Pál, Ferenci Károly, Noémi és Béni, Kornis Dezső, Kmeti János és Vajda Lajos művei, de a kortársak közül Kaszás Tamás és Hász István alkotásaiban is gyönyörködhetünk. Ez a tárlat 1900-tól 2022-ig öleli fel a városban és vonzás körzetében zajló alkotómunkát, egy olyan viharos és hányattatott időszakban, amely két világháborúval, egy hidegháborúval, Trianonnal és a kommunizmussal is terhelve volt. Nagybányát elcsatolták ugyan, de Szentendrén újjáélett. A szakralitást lábbal tiporták, Lázár cár, a tabakosok vagy épp Kucsera keresztje mégis százakat inspirált és ihletett meg. A nemzetiségeket igyekeztek ugyan ellehetetleníteni, itt nálunk mégis békében, egymásba kapaszkodva élnek és alkotnak azóta is. Dalmátok, svábok, szerbek, magyarok. Szentendre igazi alkotóközösség.
Ha pedig így van, akkor ugyanúgy, ahogyan hitünkben védjük és őrizzük a Jóistent, mint a világ első alkotóját, úgy kell védenünk a mai alkotókat és az alkotó közösségeket is. Éppen ezért a munkánk során készítettünk elő a kulturális és művészeti munkacsoportunkkal egy olyan jogszabálymódosítást, amely deklarálja a művészeti örökségvédelem fogalmát és védendő értékké emeli azokat az alkotóközösségeket, szellemi alkotóműhelyeket, amelyek hozzájárultak többek közt ahhoz is, hogy ma itt állhassunk és gyönyörködhessünk a helyi közösségi kultúránk csodáiban. Az elején azt mondtam, hogy egy időutazás képes megváltoztatni minket. Arra sarkal, hogy ne csak szemlélői, hanem tevőleges részesei legyünk az alkotóközösségnek azáltal, hogy megvédjük és megőrizzük az alkotókat és örökségüket magunk, gyermekeink és az utánuk jövők számára. Éppen ezért, hogy ők is elmondhassák, én is az óriások lábnyomában járok. Ez a kiállítás pedig éppen ezt teszi, magával ragad, őriz, tovább örökít. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, hálásan köszönöm a szervezők munkáját, mert látható, hogy a mostani tárlat nem csupán megpihen a falak között, hanem ébredezik, vibrál és táncol a szemünk előtt. Dinamikusan változik éppen úgy, ahogyan az elmúlt évszázad során élt és lüktetett ez a város. Gondoskodjunk róla, hogy az alkotás öröme és csodája még sok-sok évszázadig megmaradjon ezen a helyen, és vigyázzunk együtt páratlan művészeti alkotóközösségünkre. A tárlat a Magyar Géniusz program keretében valósult meg, melynek célja bemutatni a vidék múzeális intézményeinek legértékesebb és legkülönlegesebb műtárgyait. A Ferenci Múzeumi Centrum által elnyert 65 millió forintból egy olyan kiállítást hoztak létre, amely ezt a nemes küldetést támogatja. Szentendrén mindig valami új születik. Ez az érdekes, hogy lehet, hogy a hátrányainkból előny tudunk kovácsolni, lehet, hogy valamikor elindult egy múzeumi hálózat, elindult ennek a felépítése, és olyan állapotban vannak a múzeumaink, amilyenben vannak. Viszont a lehetőség az itt van. Azok a terek, amik használhatóak, azokat használja a múzeum, és újra gondolja, és az, ami most itt elindul, ez példaértékű. Példaértékű az az összefogás, az a gondolkodás, hogy hogyan is lehet térben és időben teljesen különböző korokat, alkotókat összekapcsolni. Összekapcsolni ebben a térben. Hogyan lehet aztán ezt újra és újra megújítani? Ez a géniusz. Köszönjük. És azt is köszönjük, hogy mi itt a városban ezt tapasztaljuk, hogy az intézményeink, a városvezetés együtt valami mást, valami újat szeretne a lehetőségeihez képest. És hogyha ehhez kapunk támogatást, akkor igen, tudunk kapcsolódni ahhoz, hogy nem csak Budapesten történjenek a kulturális életeseményei. Igen, tudunk kapcsolódni, mert van mit megmutatni. Igen, tudunk kapcsolódni ahhoz, érdemes Szentendrére jönni kiállítást nézni, érdemes újra-újra felfedezni a szentendrei klasszikusokat, és érdemes megnézni, hogy a szentendrei mai alkotók, a kortársak hogyan és miképpen tudnak kapcsolódni a városhoz, hogyan tudnak kapcsolódni magához, ehhez a millióhoz, ehhez a különlegességhez, ami Szentendre. A megnyitón a Géniusz program kuratóriumának elnöke, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatója is részt vett. Demeter Szilárd elmondta, hogy a program a helyi örökségeket az egyetemes magyar kulturális örökség részévé kívánja tenni. Mi volt annak idején ennek a programnak a küldetése? Ez a Petőfi bicentenáriumra szánt kormányzati forrásokból határoltunk el egy részt. Szerettük volna a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségével a Kárpát-medence magyar térképét újra színezni. Sokszor elmondtam már, itt elhangzott a kolléga részéről is, hogy a magyar kulturális tér szerkezete nem túl szerencsés, hiszen fejnehéz, Budapest-centrikus kultúrában élünk. Ezért találtuk ki ezt a programot, hogy a magyarok mentális térképén a fehér foltokat lekaparjuk,
előhozhassuk és megmutathassuk a tágabb értelembe vett kulörlokát. Másfelől pedig az volt a célunk, hogy a helyi értékes örökséget az egyetemes magyar kulturális örökség összefüggés rendszerébe helyezzük. Ha a mai kiállításra csak egy futó pillantást is vetünk, akkor az utóbbit nem is kell nagyon magyarázni, ezt már többen megemlítették. A Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségének elnöke Csapláros Andrea a megnyitón úgy fogalmazott, hogy a tárlat új kontextusokat mutat be. Véleménye szerint méltó módon nyerte el a kiállítás a Génius program kuratóriumának tetszését. A képző és iparművészeti magángyűjtemények napjaikban egyre égetőbb kérdéseket állítanak a múzeumok elé, amelyek közül csak néhányat sorolnék föl. Az egyik megoldásra váró jelenség a 20. század második felében készült, ma még a művésznél vagy annak családjánál lévő alkotások ajándékozása, amelyeket múzeumi gyűjteményekbe szeretnének elhelyezni folyamatos bemutatás mellett. Van-e, lesz-e olyan kapacitás a múzeumi szervezetnek, amely megfelel e kívánalomnak? A másik megoldandó feladat napjaink kimagasló jelenünk kérdéseire reflektáló alkotók műveinek folyamatos vásárlása, gyűjtése. Ez ma már jobbára a kiemelt muzeális intézmények és a magánszektor privilégiuma. Lesz-e a vidéki modern képzőművészeti gyűjteményeknek olyan minőségi és mennyiségi folytatása, amelyek két évszázadotról jól reprezentálhatja? Ez a kérdés felmerül mint Szentendrén, mint Szombathelyen, és akár Debrecenben is. Komoly feladat elé állítanak bennünket, muzeológusokat, azok az alkotók, akik digitális műveket hoznak létre. Muzeológusként tudjuk, hogy kell vászonnal, olajjal, temperával, papírral, tussal, és sorolhatnám a hagyományos technikákat bánni, hogy az idő ne fogjon rajtuk. De mi lesz egy évszázad után a mai új technikákkal? Egy kiállítás akkor jó, ha az elsődleges mondanivalóján túl új gondolatokat, látszólag távoli területeket hoz előtérbe. A szentendrei kollégáknak sikerült ezzel a tárlattal. Ők is azok közé a muzeológusok közé tartoznak, akik a múlt és a jelen értékeit mentik át a jövő számára, és ezt a szakmai kompetenciák folyamatos fejlesztésén kívül nem lehet másként, mint azzal a szenvedéllyel, amivel azt a 34. kiskövet is odarakjuk arra a kupacra, ami csak a miénk. A gyűjteményes kiállítás nyitásával egy időben új ISBN könyvesbolt nyílt a Ferenci Múzeumban, ahol a saját művészeti albumokon kívül egyedi kiadványokat is megtalálnak a művészetek kedvelői. Egy múzeum nincsen könyvesbolt nélkül. És aztán, hogy az milyen könyvesbolt, az dönti el véleményem szerint egy múzeumnak a minőségét többek között. Szóval nem csak az, hogy szakmai munka, a látogatónak az első benyomása. Ugye, amit viccesen szoktam mondani, hogy két dolgot néz meg egy szakmabeli, egy nyugat-európai múzeumban, hogy milyen a WC és milyen a könyvesbolt. Szóval itt nálunk a WC és a könyvesbolt az európai szintű, szóval az ISBN könyvesbolt szerintem az ország legjobb könyvesboltja, és azt, hogy itt Szentendrén egy filiálét tudtunk létrehozni, ez egy nagy dolog. A gyűjtemény című kiállítás már megtekinthető a Ferenci Múzeumban. Az időről időre megújuló tárlat 2028. március végéig fogadja a látogatókat. Keddi hírműsorunkban ígéretet tettünk, hogy közreadjuk Vigyázó László Péter egyházművész, fafaragó mester értékes gondolatait múltról és jelenről, egyházi és bibliai alakokról. Tartsanak velünk, hallgassák meg az interjút, gyönyörködjenek az alkotásokban. A szent és a profán. Ezt a címet viseli Vigyázó László Péter egyházművész fafaragványaiból összeállított kiállítás, amelyben 60 év munkájának terméseit vonultatja fel. A rendhagyó tárlatnak a gondozási központ ad otthont, ahol a nyitott hét ezzel a kiállítással vette kezdetét. A szentendrei alkotó megosztotta velünk, hogyan került kapcsolatba a helyi intézménnyel. Strokot kaptam sajnos, és otthon voltam, és bosszantott, hogy nem csinálok semmit. Hát aki 60 évig dolgozik, hát a munkahelyen 60,
3 évet dolgoztam. Tehát, és abból 43 évet szociális munkásként, közben faragtam, oltán, és a többi. És otthon lenni az egy Isten csapás volt. És akkor ott elégedetlenkedtem, ami nem helyes, hogyha valaki elégedetlenkedik, és az egész család kárát vallja. És akkor, hogy én valamit csinál. Na most én kapcsolatban voltam különben is, még a Vörösvári otthonnal is ott volt nekem, mert a munkám, a szociális munkásként az is volt, hogy a vese elégterem betegeknek a mentális gondozását, hogy kibírják azt a monoton, mindig kezelésre járást. Tehát így lelkileg segítettem. Így az egyik betegem bekerült oda az otthonba, és én mentem utána, és épp úgy vigasztaltam, beszélgettem vele. És akkor hát így a szociális szférával, mint olyan. De a más terület a szociális munka. Egy része abból áll, a másik része valóban ez a gondozás, idős gondozás. Ugye én szociális gerontológiából is szakvizsgát tettem, tehát meg gyermek és ifjúságvédelemben is, de hát abból nem sokat, ugye abból, hogy ott az idős betegeinket gondoztam, meg eljártam helyettük ezt, meg azt különböző jogi dolgokat intézni, az más volt. De az, hogy ilyen gondozóközpontokkal is fölvettem vidéken, hát ja, a mi, hogy is mondjam, betegeink az egész országban. Épp úgy jártam Mátészalkára, meg Vizére, Sopronba és környékére, meg Pécs és környékére. Hát erről külön valakinek, aki a szociális munkával leírtam, hogy miket csináltam, meg előadásokat tartottam. Na, lényeg az, hogy így ismertem a mi az ocsot. És akkor szóltam panaszkodtam, inkább így mondanám, a menyemnek, aki Isiberia írtam a városban lévő szociális dolgokat, és akkor ő így a gazdasági központba eljött, és ajánlotta az apósát. És akkor így kerültem ide, és nem bántam meg, mert tisztességes, normális emberek, meg tényleg, amit én is követtem a szociális munkám során, a legfontosabb a beteg, vagy a rászoruló. És itt ezt megint megtapasztalom, és érzem, és a másik nagyon fontos, hogy például én bennem felfedezték, hogy egy ilyen, aki dumás vagyok, aki alkotó vagyok, akkor ezt kihasználjuk. A másik, aki néma vagy nem tud beszélni, azt mondták, Laci bácsi, menjen beszélgessé vele. Nem tud beszélni. Majd. És tényleg tud bár. Szóval számtalan ilyen dolog miatt, és így a kapcsolat az megvan, mert egyébként ő nem áll senkivel se szóba. Én meg szívesen, és így aztán volt, aki rögtön, jön majd holnap ez az ember, majd Laci bácsi, foglalkozzon vele egy kicsit. Kész. És én meg szívesen csinálom. Nagyon fontos, hogy az ember érezze, hogy szükség van rá. Fogalmazott Laci bácsi, aki élettapasztalatai mellett a szobrász pályafutásának kezdetét is felelevenítette kedvünkért, amely gyermekkorára datálódik. Az egész család kézműves, úgymond. A nagyapám szamómester volt, a papám asztalos sportszerkészítő, a mamám az női kalapkészítő, tehát a család iparos család, hát kézműves, így a jobb. És én gyerekkoromban oda jártam a nagypapámhoz, aki szabómester volt, és ez a 50-es években volt, a Bozsik, Cucu, meg a Hidegkuti kispestiek voltak, oda jártak a nagyapámhoz, mert nagyon ügyes szabómester, meg főleg a szabás, meg a varázs miatt, és ő nekik vódjuk volt az, hogy külföldről anyagokat hoztak. És én ott leskelődtem, meg
például már olyan komoly munkát, hogy a fércet is kiengedte, hogy vegyem a izé ruhákba, annélkül, hogy megvágjam. Nem tudom, hogy tudja, hogy, mi, hogy miből áll a férc kiszedés, tehát ott könnyen belevághat az anyagba az ember. Na, tehát ő látta, hogy üdes kezem van, és akkor mindenképpen én is akkor legyek szabos, milyen szép. És én nekem is tetszett, szabni, hát a szabás az egy külön tudomány, ugye, én akkor még voltak halszálkás öltönyök, és az, hogy például a gall vagy a szivarzseb szépen passzoljon a halkszálka, meg mindenféle ezet külön, és úgy magyarázta, hogy, hogy például hogyan lehet azt összehozni. Most én ugyanezt aztán majd később már a fába tudom csinálni. Tehát maga az, hogy, hogy nyugodtan van idő, nem számít, és ez nagyon fontos a mai embereknél, hogy mindig kapkodnak, mindig rohannak, és akkor nem sikerül nekik semmi. Hát ilyen nincs. Hát ha én, nekem nincs türelmem hozzá, akkor sohasem fog semmi se sikerülni. Na most, ez, tehát, és akkor a, otthon pedig a papám az a kísérleti sportszergyárban a kísérleti műhely vezetője volt, és számtalan dolgot hozott haza, hogy otthon dolgozzon, mert hát a 8 órában nem fér bele, neki is 12 óra is kevés volt. Na és ott akkor a fa ismeretét és fa szeretetét megtanulta. Meg azt, hogy hogy kell megmunkálni, hogy mikor szabom el a kezemet, és mikor nem vágom el, és a szálát, hogy, az, hogy merre megy a szála. De épp így volt a textileknél, és ott is van szála, és mindenre kell figyelni. Tehát azt nem lehet. Volt a kisunokámnak próbáltam mutatni a faragást. És ugye, ha én egy jobbról kezdem el ütni a fát, hogy a szálát ne szaggassam föl, akkor ha másik, hogy megyek, akkor meg kell fordulni mondjuk a faragó bakkon, akkor a másik oldalról megyek. Hát többet sétálunk, azt mondja, mint faragunk. De hát ez többet kell sétálni, és kész. Hát is. Vagy a fát forgatom, vagy én magamat forgatom. Tehát ezek tényleg, és ezért a mai fiatalok nem nagyon csinálják ezt a mesterséges munkákat, hanem mindenféle, mit tudom, hazárdírozást, meg egyéb, ami gyorsan szereznek pénzt, gyorsan, és a gyors élethöz mondjuk az a fajta dolog adódik inkább, nem pedig a türelmes odafigyelés. Meg az, hogy én a fát megnézem, ugye ahogy mutattam ott is, hogy hol van annak a szála, honnan kezdem, mert úgy szétreped, amit nem is szeretnék, vagy az, fölborzolom én a szálát, akkor aztán hetekig csiszolhatom, de nem lehet akkor se kicsiszolni. Tehát ha én nem, tehát ugyanaz a türelem, meg engedelmesség kell ahhoz, hogy én meg tudjak valamit csinálni, hogy én a fa szerkezetét ismerjem és tiszteljem. Tehát én nem mehetek neki. A vasban lehet, de én úgy láttam, hogy tehát mikor esztergályoznak vagy marják a fát, ott se lehet akárhogyan neki esni. Tehát mindenkinek megvan a maga forsza, a maga hát, szabálya, amit tiszteletbe kell tartani. És az anyagot, ha valaki nem tiszteli, akkor sose tud semmiféle alkotás létrehozni. Vigyázó László életútja a példa arra, hogy a tehetség utat tör magának. Ha valakinek megadatott a művészi kifejezés képessége, az nem marad rejtve. Elemi erővel tör a felszínre. Fogalmazott köszöntőjében Gyürk Dorottya, aki megnyitotta a tárlatot. Laci bácsi először hajómodelleket, kisebb dísztárgyakat készített, majd elvégezte a mintakészítő szakiskolát. Különböző szakkörökön vett részt, és szoros kapcsolatot ápolt a szentendrei Farkas Lászlóval, valamint Borsos Miklóssal, akinek a tanítványa lett. Szorgalmának és kitartásának köszönhetően a képzőművészeti főiskolán mintakészítő szakmunkásból szobrászművésszé képezte magát, hangzott el a beszédben. A legjellemzőbb alkotásai közé tartoznak az egyházi, bibliai alakok és jelképek. Ebben a jegyajándékban, ahogy a házasságban is, minden elem mozog.
a gótikus ablak alakja a templomot, a kereszt a kereszténységet, a faragott karika pedig az örökkévalóságot szimbolizálja, középpontban Krisztus jelképével. A sötét színű cseresznyefa a férfit, míg a világos jávorfa a nőt jelképezi. Laci bácsi elmondta, bár a fa a kedvence, de kővel, márvánnyal és agyaggal is dolgozott már. Van ott a munkáink között van számtalan kő, vagy például az alfa és omega, amit a házasságunk 20. évfordulójára faragtam a feleségemnek, ugye a kezdet és a vég, és az egyik a születendő embrió formájú az alfa, ami kiadja a betűnek, és az omega az pedig az elmúlás vége. És az egy, hát a képeken itt nem nagyon lehet látni, de gyönyörű fehér márvány, ugye, és ezt olyan a helyre raktam a kertbe, meg kint van szabadon, hogy a lépcső följáratnak. Az egész olyan, hogy meg tudom fogni, és hát egy ilyen például a márvány. De a követ akkor ilyen sírjeleket faragtam, akinek kell. Tehát nem mind a kőfaragok azokat a szabályos formákat, hanem ott van az a kisgyereknek, amit faragtam, vagy a, nem a gyereknek, hanem sajnos a szüleinek. És hogy a gyerekben egy olyan kis dömdödöm gyerek volt, és azért olyan, az egész olyan tömzsi forma, de ugyanakkor a sírjel, tehát van a sírjeleknek is egy szabálya, hogy milyen lehet, hogy ilyen forma, olyan forma, de van a szív alakú, például Balaton-Almádiban van ilyen sír, a szív formájú sírkereszt. És itt egy szív alakú kis gyereket formáltam. Ugye mit mond a szülő a gyerekének, szívecském, vagy az arcát, amit faragtam, ugye napocskám, én fényem, és a többi. Tehát, hogy az anya, illetve a hozzátartozó, akit elhagytak, az érezze, hogy ott van mindig, és ott menjen hozzá, hogy ahhoz a sírjelhez, hogy mindig szeresse, és tudja azt, hogy az viszont szereti, hiszen rá is írtam azt, hogy én úgy szeretlek, hogy csak csuda, mondja a gyerek 3 évesen. Vigyázó László Péter számos művészi értékű miniatúrát faragott ki barackmagból, de oltárasztalt is készített. Utóbbi jóval több időbe is telt, mire elkészült. Két-három hónap. Tehát ezért mondtam az előbb a türelmet. A kisebb dolgok, tehát az is minimum 3 óra. Minimum, de az minimum 3-4 óra. Tehát a másik pedig, hogy az alkotás nem ott kezdődik, hogy előveszem a fát és csinálom. Előbb itt megvan a fejben, vagy nincs. És ha nincs a fejben, akkor én üthetem a fát. Szóval nem ilyen egyszerű. A másik pedig ugye azt is meg kell tenni, melyik, milyen anyagot, milyen vésővel. Vagy azt a vonalat melyik vésővel alakítsam ki. Vagy a kőnél megint más szerszámok kellenek, vagy a márványnak megint más szerszámok kellenek, és akkor lesz az olyan, amilyennek lenni kell, mert a végén dől el. Tehát ez nem úgy van, vicceskedtem, mondták ott, amikor ott a halsorozat ott volt, azt mondja, legfeljebb izé lesz belőle, lesz fogpiszkáló, de az sem mindegy, hogy milyen fából, ugye, mert hát azért, ha tölgyfából faragok fogpiszkálót, nagyon csípős, keserű. Ugyanis én mindegyik fát megkóstoltam, ez természetes. Volt, hogy csak szilánkját rákcsáltam meg. És, tehát így az szagáról, ízéről ismerem, hogy ez cseresznye, ez házfa, ez körte. Tehát annyira benne kell lenni a fába, én véleményem szerint. Tehát ismerni kell mindenféle vonatkozásban, bármelyik fára ráni. De ugyanakkor például meg kellett tanulni latinul-magyarul a fák nevét, mindet. Mert például a fát nem is lehet úgy venni, vagy átverik az embert. Én nekem tília kell, akkor ő tudja, hogy azért valamennyit hozzam, mondjuk a hárs, azt írja, vagy quercus robura, tölgy. Tehát ne ezeket
az természetes, hogy, mert nem lehet, tehát az emberi ség legnagyobb része szereti átverni a másikat. És elég drágák ezek az anyagok, tehát több méteret, több száz forint, több ezer. És nem lehet, bár mindent felhasználok, azt szoktam mondani, hogy hulladék feldolgozó kisiparos vagyok, mert minden darabkát felhasználok, hát az más nem, akkor jó lesz a királynak, meg a királynének. Az a háromszög például, valakinek csináltam egy olyan munkát, hogy ezek leestek a végéről. És akkor hol rajta, nem dobom el, nem tüzelem el, akkor ebből milyen klassz király lesz. A beszélgetés során Vigyázó László Péter személyében nem csak egy figyelemreméltó, egyedi jegyeket felmutató művészt ismerhettünk meg, hanem egy empatikus, önzetlen és szerény helyi polgárt, aki méltán öregbíti városunk hírnevét. Végül egy irodalmi programot szeretnénk ajánlani önöknek. A Ferenci Múzeum Centrum kortársalgójának háziasszonya, Ott Anna, irodalmi sorozatot indít idén tavasszal a Ferenci Múzeumban. Első alkalommal április 2-án vasárnap 17 órakor beszélget Fini Petra író-költővel. A belépés ingyenes. Köszönöm figyelmüket, önök a Művészváros adását látták. Legyen tartalmas, szép hétvégéjük. Viszontlátásra!